Reszéktől. Kati meg a Karesz meglepett szülinapom alkalmából, tortával, de úgy, hogy kimentünk a Katival cigizni. Lefutottam a lépcsőn, nem mesélem el a részleteket. Mondom, várjál, megízért az agyam. Lefutottam a lépcsőn, erre nézek a kapuba, ott áll a Kereszt, mert a Kereszt vártuk, hogy jöjjön már a dolgozásba. Erre áll egy nagy tortával a kezébe, a kapuba így csinál, bazd meg! Lelőttem a poént, erre behoztam ide a tortát. Mondom, csinálok egy szelfit magamról a tortával, azt itt rúgdosuk egy doboz. Mondom, ez mi a fasza? Megtaláltam az ajándékomat, és ez aztán sikerült, azt mondja, akkor ez akkor sikerültek a meglepetéseket lényegében. Igen, csak harmadszor. Nem úgy, ahogy terveztétek. Rosszul vagyok. Ja, az is meglepődtem. Meg az Évitől kaptam egy masszírozást. Nem a masszírozást, hanem egy lehetőséget kártyából. Na, megvágjuk, nézd a fodrásztót. Mászkápon és csokis. Na gyerekek, én úgy döntöttem, nekiállok a fürdőszobának, mivel én már elfogyott az összes anyagi hátterem, úgyhogy fúdekor van, úgyhogy én beadtam a papírokat, hogy visszaigényeljük a kis helyiségekre ugye a pénzeket, ez a fönti szoba, tudjátok így, hogy följövünk. Ezek már kész vannak, én meg a maradék labból úgy döntöttem, hogy nekilátok. Hát nem lesz biztos gyönyörű, de ez lesz a fürdőszobának a alja. Szerintem kurva jól néz ki. Ez mondjuk a Tibinek az ötlete volt, de mármint, hogy nagyon kevés lapunk volt ebből, ugye ez volt a maradék, és akkor maradt még ebből, ezt aputól kaptuk. Szóval ilyen mozaikosra fogom kirakni, reméljük, hogy elég lesz, ahol meg nem lesz elég, oda meg szőnyeket, ahol rakni. Le van szarva, meg le is lesz, azt mondta a Tibi. Úgyhogy jó, nekem tetszik. Ez jó ötlet volt, hogy kitaláltam. És akkor ez lesz itt a csempe hozzá. Nem lesz összekenve talán ennyire. Húzzak el innen, Tibi? Kicsit húzzak el. És akkor még van még egy csempe, ami ugye, hát az nagy szívás lesz. Az meg ez. Ez egy ilyen bézs. Aj, Tibi lemérte ott a dolgokat. Akkor oda teszem ezt is. Jó lesz ez te, és igazad is volt, hogy rakunk izét, ezt a színest. Ezt meg ezt? Aha, ne. Sokkal jobban nézik ki. Hát mondod, hogy beszéltük is itt, mert ki is tudom, hogy beszéltük. Ki is raktunk itt egy rész belőle, hogy hogy? Tudom. Aztán ez a középre volt rakunk. Igen, ezt, hát itt meg majd ahogy esik, úgy puffan. Az kész? Majd úgy próbálom rakni,
bár pont úgy jött ki, képzeld el, hogy így végig tudok ezzel jönni, így, és majd itt lesz feles, vagy valamit. Attól is ott lesz a szekrény. Ja. Meg még lehet a mosógép is, bazd meg. Jó, hát most lényegében még lehetne egyet vésni, még most. Vízvezeték, de bár én már nem akarok. Inkább egy kurva hosszú csövet rakjunk. Biztos lehet 2 méteres is ilyenből, nem? Azért? A mosógéphez. Oda behúzni, azt akkor kész. Mint valahol vinni? Aha, ott oldalt. Hát úgyis itt lesz egy szekrény, most ott lesz egy cső, kit érdekel? Olyan szép lesz a csempa, hogy elveszi a figyelmet. Nekiáll. Azt a nyelüt? Vodkát, be. Nekiálltam, bazd meg. Szép lesz? Legsemre. Fú, de utálom. Na, ez lesz a fürdőszoba. Szerintem geci jó néz ki, bazd meg, nehogy ide költözzek fel. Most nem tudom hányra van, olyan 6:30 lehet. Eddig jutottam. Meg arra be, ugye? Nem tudom, hogy tudom-e mutatni. De így valahogy. A szónak letakarítom. És akkor... lemerülök. Akkor is folytatom tovább. Megrohadok, olyan melegem van, Móni. Ez meg ugye már kész van. Jaj, de jó! Cukjunk be. Tibi is dolgozik, de ott még vannak javítani valók. Már annyit láttam járó lapozást, hogy fogok kereszt nélkül, olyan jó meccs, hogy beszarok. Tibi, elbasztam, azt megcsinálja. Jó van, ez copyright. Köszönöm, hogy most alá beszélek. Nem kellett volna kikapcsolni, is lenni, mit tudom. Paprika, agyma, tiszta. Rakok. Pirit paprika is van benne, meg sima paprika is. Mindenféle paprika. Fokhagyma. Úr, szárított fokhagyma, granulátom. Hogy legyen benne. Ó, jó, sok. Sokkó. Tejfölízé. Beletesz ilyen gyorsan, amennyi ízlés szerint. Egyszerű és nagyszerű kaja. Így, össze kell még fúrázni egy kicsit. És akkor lehet enni. Jó. Szeretted a Bekit? Igen. Jó, Istenem. Na, most van hétfő. Elindultunk Siófokra. Aput meg a cicamicát visszük haza, meg temetőbe megyünk. Aztán szerintem, vagy nem szerintem, hát ma jövünk haza, és folytatom a fürdőszobát. Már úgy belejöttem, Móni, hogy nagyon. Úton, félek. Úton hazafelé. Úgyhogy hát jó, most ez még a járólapozásot lefele tenni, még oké. Majd a izét nem fogom, majd nem tudom, hogy lesz a csempézés, de hát majd valahogy megoldom. Eddig is megoldottam mindent.
meg a Tibi elkezdte kijavítani ott, amit én, vagyis ő befejezi, én meg elkezdtem azt a, ott a konyha résznél, ugye, ahova akarok csempézni, úgyhogy ott majd azért... Kérdezd már meg apádat, Virág, hogy meddig jutott ott a konyhába a faljavításnál, hogy csinál esetleg még ma valamit, amíg nem leszünk otthon? Mert jó lenne. Igen. Mert akkor, mit tudom én, jövő héten el lehet kezdeni azt is csempézni. Hogy azt a szembefalat befejezte, vagy mennyi, nem tudom. Majd fotózza már le. Na haló, meddig jutottál ott? A szembe lévő falat azt be tudtad fejezni ott a étkezőbe? Nem tudom, mert viszont már ott is nagy volt a lyuk. Aha, és figyelj, van még anyag? Ja, azt akartam kérdezni, hogy van még anyag? Valamennyi van, még a szolgálásban is van egy lelkező. Aha, tényleg az van, falazó habarcs az van. Jó. Hogyha jöttök haza, akkor nem utazva kezdődöz az izére, azért a... Beton? Vagy mi az? Jó, bemehetek, persze. Jaj, jó. Jó, akkor elhozom, mert akkor én meg folytatom a fürdőt, te nekem az jó, ha a falat megcsinálod. Jó. Jó, én meg akkor a fürdőt. Jó, na, oké. Várjál, köszönjél már Kikónak. Köszönjél. Szia, Tibi. Hát akkor nagyon akartál beszélni. Na, halló! Na, jó, akkor az is haladás. Meg ha visszajön a pénz az államtól, akkor még veszek oda járólapot a izéba. Két doboz kell a konyhába, Virág. A te járólapot. Meg... Mi van még? Ja, a nappalitba. Ott fönt, ott kell még majd megcsinálni. Na jó, ennyi most így nagyjából. Aztán jó nagy köd van, alig lehet valamit látni, Móni. És... Majd még jelentkezünk. Jó is laktam. Megfáradt vagyok. Aludjunk.